Óbecse község legfiatalabb lakói megismerkedhettek a Bojanas Tupar által írt Pesme Possavus Krojene című könyvvel, amely óvodás gyerekeknek és az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak szól. A mű mintegy 20 verset tartalmaz, az illusztrációt pedig Biljana Savic készítette. A legkisebbeknek írni egyáltalán nem könnyű feladat, és nagy felelősséggel jár, hiszen amellett, hogy szellemesek és érdekesek, a verseknek tanulságosnak kell lenniük, hogy a gyerekek megértsék, mi a helyes és mi a helytelen, mondja a szerző. Sokkal érdekesebb, ha találkozom a gyerekekkel, és ezek nem is tipikus könyvbemutatók, inkább műhely munkák a gyerekek számára, melyeken interaktív munka és barátkozás folyik, kérdéseken és vetélkedőkön keresztül, és valójában sokkal szebb velük dolgozni, mint bárki mással. Valóban, és ez ennek a munkának az előnye. 2015-ben Bojanas Tupar megírta a Pelini Mejt című felnőtteknek szóló regényét, egy évvel később az Ogye Korakatvoih című verses gyűjteményét, míg az első gyermek verses kötete a Snovi Masta Mogusvasta címet viseli. Ami az alkotási folyamatot illeti, nálam nincs meghatározott időszak, amikor írok és alkotok, és nem is vagyok egy fegyelmezett költő. Nálam ez úgy működik, hogy amikor ihletet kapok, akkor verset írok. Ennek a versnek állnia kell bizonyos ideig, többször átolvasom, hogy megbizonyosodjak afelől, hogy valóban ezt akartam-e írni. De az biztos, hogy valahogy sokkal jobban megtaláltam önmagam a gyerekeknek való írás által. Számomra ez sokkal könnyebb, és ez egy sokkal szebb világ. A velük való találkozások és barátkozások is sokkal szebbek. Elég sok gyermekfesztivál és pályázat van, a gyerekek szeretnek olvasni. Annak ellenére állítom ezt, hogy egyesek azt mondják, hogy manapság keveset olvasnak a gyerekek, és hogy többet vannak az interneten. Én viszont bizton állítom, hogy a gyerekek szeretnek olvasni. Képregényeket, meséket, verseket. Bárhol találkozom a gyerekekkel, mindig megkérdezem, hogy olvasnak-e. És mindig egy hangú, hangos választ kapok, hogy igen, persze az érdeklődésük különböző, hogy ki mit szeret olvasni. A könyvön keresztül bejárható a bolygó, és minden mű tanulságot hordoz magában. Csak rajtunk múlik, hogy eldöntsük, mit olvasunk, és mi érdekel minket a legjobban, üzeni Tupar.